nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország. Rövid műsorral kedveskedtek a honosítási ünnepségre érkező vendégeknek a bajaiak. Az egyik hölgy Nagybányáról utazott Bajára, ő elsősorban unokái miatt érezte fontosnak azt, hogy felvehesse a magyar állampolgárságot. Január 9-én beadtam a papírokat, mert én úgy érzem, hogy ide tartozom, és már régentől nagyon szerettem volna, mert az én fiam is itt lakik. És itt vannak a kis unokák. És akarok most, hogy nyugdíjas vagyok, akarok többet tenni itten. Egy másik család mind a négy tagja kérelmezte a honosítást. Ők Bezdánból érkeztek Bajára. Azért döntöttünk úgy, mert a fiunk most 15 éves, és ő ide jár iskolába. És hát nem gondoltuk idáig, és mivel hogy neki szüksége is van rá, meg hát nem rossz dolog, így ezért felvettük. Esküszöm, hogy Magyarországon az Az állampolgári eskü szövegét Csubákné Besesek Andrea szavai után ismételték el a kérelmezők. A város alpolgármestere elmondta, Baja lélekszámához mérten jelentősnek számít, hogy 2016-ban már az 1500. okiratot adták ki. Ez mindig egy ünnep. Ünnep, mert együtt vagyunk, és meghatottság nélkül egyikünk sem tud részt venni ezen az eseményen, egy-egy ilyen honosítási napon. Ugyanis ilyenkor egy kicsit megállunk és elgondolkodunk, hogy mennyire összetartozunk, hogy mennyire nagy dolog az, hogy hitet tesznek a magyarságuk, a hovatartozásuk mellett. A csütörtöki ünnepségen 15-en vehették át az okiratot, köztük 4 gyerekek. Így 2011. januárja óta összesen 1630-an tették le az esküt Baján.